Kis idő múlva elindultak a környező utcákon, egészen a Roosevelt térig. Ezt többen megfogalmazták. A spontán bekiabálásokból tájékozódott mindenki, hogy merre menjenek tovább. Végül a bazilikához indultak, de itt sem időztek sokáig. A Corvin közlett a következő útirány. Egyre többen lettek. Itt megvárták Wittner Mária hivatalosan egyébként is ide tervezett felszólalását. De a megemlékezés további részére a jelek szerint nem voltak kíváncsiak. A Kossuth tér lett a következő cél, mondván azt vissza kell foglalni. Az odavezető utakon dudáltak, fütyültek, Gyurcsány Ferenc és a kormány lemondását követelték. Az első kordonnál megindult az akció. Az Alkotmány utcában hamar felsorakoztak a rendőrök, és onnan kiszorították a tüntetőket. A Bajcsi-Zsilinszky úton viszont ketté vált a tömeg. A BKV járműveivel torlaszokat állítottak. A rendőrök vízágyút és gázlövedéket használtak. A torlasz mellett azonban többen támadásra alkalmas eszközt kerestek és találtak. Használták is. És megint este, a felvonulási téren nemrég ért véget az emlékműavatás, az 56-os évforduló központi emlékművéről van szó. Ott is voltak bekiabálások, Csutorás Róbert ott volt végig az ünnepségen. Mi történt valójában? Jó estét kívánok! Most már nyugalom van itt a budapesti felvonulási téren, de így van, ahogy mondtad, itt sem volt meghitt és méltóság teljes az 56-os megemlékezés. Akik esetleg nézték az élő közvetítést, láthatták és hallhatták is, hogy egy több száz fős tömeg itt is közbekiabálásokkal, füttyel és fújolással zavarta meg az ünnepséget. Ezt leszámítva egyébként különösebb rendbontás nem történt itt. Csutalás Robert, a felvonulási térről köszönjük, és újra vissza az Asztóriához, ahol D. Bányász Gergőt szólítom. Háló Gergő, mi történt az elmúlt néhány percben? Nagyjából olyan információink vannak, és ezért kerestük meg D. Bányász Gergőt ismét, csak lehet, hogy még nem hal minket, mert információink szerint... Igen, na, szóval az elmúlt néhány percben mi történt, Gergő, arra felé, ahol te vagy? Az ég egy adta világon semmi, ebben a másodpercben indultak meg az emberek a rendőrök felé, hogyha jobbra fordul a kollégám, akkor meg is tudjuk őket mutatni, mert a rendőrök már, a rendőrök egy háromnegyed órája nem mozdulnak, néhányan elindultak, most nem tudni, hogy mi történik. Skandálják ugyanazokat a szövegeket, amit eddig lehetett hallani. Gyurcsány Ferenc lemondását követelik, és ez talán azt hiszem az egyik legfinomabb, és most elindultak a rendőrök. Már tudja, a tüntetők felé indultak a rendőrök, tehát csökkent közöttük a távolság? Igen, elindultak elég lassan, de elindultak, és most, ha jól lát, láttál a mentőautókat, mert van olyan információ... Igen, most... Hát mondd akkor, mi történik, bár látjuk is. Rök innen a Kossuth Lajos utcából, tehát... Most nem tudom mit hallani a TV képernyőkön, minden esetre én nem hallok semmit, úgyhogy elmondom önöknek... Hallasz, Gyuri? Igen, most hall a Gergő, tehát az Asztóriánál állsz, és a... Igen, a rendőrök nem léptek, nem, illetve én a Kossuth Lajos utcában állok, nem igen, az Asztóriánál, 300 méterre az Asztóriától. A rendőrök megálltak, csak ezt a néhány lövedéket lőtték ki. Mármint könnygázról van szó, ugye? Könnygáz lövedéket, persze, természetesen könnygáz lövedéket. És egy fiatal lányt láttam, akinek segíteni kellett fölállni, lehet, hogy ő megsebesült, ezt nem tudom pontosan. És most újra megálltak. Tehát. Jó, Gergő, törölközél meg, és hogyha már tudsz beszélni megint, akkor folytatjuk. Novák András is itt van velünk, ő is ott van az Asztóriánál tulajdonképpen, talán közelebb a tömeghez, mint D. Bányász Gergő. Háló, Novák András! Itt vagyok, jó estét kívánok! Mi történik ott, ahol te vagy?
ezekben a percekben, de azt láttam, vagy illetve hallottam, hogy ti is hallottátok, a könnygázgránátot ugye kilőtték. Úgy döntöttek a rendőrök, hogy nem hagyják, tehát elindulnak a tömeg felé. A két vízágyus kocsi is teljesen odaállt, közéjük pedig vezényeltek legalább 200 rendőr, de most már rengeteg rendőr van az Asztórián. Arra várnak, hogy mikor tudják elkezdeni szorítani a tömeget az Erzsébet híd irányába, de ugyanígy lőttek pár perccel ezelőtt a múzeum körúton is, tehát ott is az a terv, illetve ahogy látom, ott is nyomulnak előre a rendőrök és szorítják ki a tömeget. Újabb buszokkal érkeztek egyébként rendőrök, tehát most amióta az előbb jelentkeztünk, azóta újabb két busz érkezett ők is vidékről. Az előbb beszélgetünk sérültekről, azóta annyi történt, hogy két rendőrt láttam, hogy megsérült el, hozták őket ide, betették a mentőautóba, éppen ápolják őket, de úgy tudom, hogy nem komoly a sérülésük, tehát nem ment el velük a András, mentőautó. Egy pillanat, mert közben a másik helyszínen látjuk, hogy újabb barikádot próbálnak építeni a tüntetők, de némi vita is van ott. Gergő, tudsz már beszélni? Déványász Gergő. Hát beszélni tudok, azokat a barikádokat veszik el az autók mellől, amelyeket a Fidesz rendezére hagytak itt, és megpróbálják idehúzni. Ugyanezt csinálták az Asztóriánál is, tulajdonképpen ezzel próbálják a rendőröket meggátolni abban majd, hogy erre jöjjenek. A rendőrök viszont elindultak. Buko. A operatőr kollégát megkérem, hogy forduljon meg, igen. Tehát ott láthatóak a rendőrök egy olyan 50-80 méterre. Kicsit beljebb jövünk, mert egy-két üveget dobálnak, műanyag üveget, flakonokat dobálnak ott a rendőr. Egy kapuajba be tudtok húzódni? Igen, itt... Nem ismerem a rendőrségi forgatókönyveket, de vállukhoz emeltek valamit, úgyhogy valószínűleg most lőni fognak. Hát minden esetre megálltak, ha jól látom. Igen, azok a rendőrök ott a villogó sárga lámpánál, ha lehet látni a sárga lámpát, a vállukhoz emeltek valamit, valószínűleg ebből jön, lövik ki a könnygázlövedékeket. De most elzártak minket a tüntetők, úgyhogy... Szirénázást hallottál-e, vagy esetleg mentőautót láttál-e mondjuk az elmúlt 10 percben, mert van olyan információnk, hogy 40 sérült van, vagy 40 sérültet vittek kórházba. Én is csak, tehát nem tényként mondom ezt, hanem van ilyen hírünk is, 40 sérült, de hogy milyen körülmények között ezt nem tudom. Majd esetleg Novák Andrást megkérdezzük később, hát ha többet tud, mert ott igen, van. Igen, azért lenne jó, mert az ő oldalán, az Asztóriánál láttam két mentőautót. Ő is itt van velünk. Halló, Novák András. Itt vagyok, igen. Tehát a kérdésem az, hogy ott a rendőrségi parancsnokságon, vagy esetleg te tudsz-e arról, hogy 40 sérült van eddig, vagy 40 sérültet láttak el, vagy valamilyen 40-es sebesült számról keringenek itt hírek? Nem tudunk sebesültekről, tehát itt igazából csak azokat tartják számon, akik itt sérülnek meg. Azokhoz azonnal ide jön a mentő, vagy jönnek mentőápolók, mondhatom azt, hogy szaladgálnak itt közszerekkel, és azokat látják el, akik megsérültek, de inkább a rendőrök közül. Tehát, hogy a tüntetők közül hányan sérültek meg, arról nincs információ. Az viszont pont ebben a percben történt, hogy két úgynevezett előállító kocsi ment el, legalább 10 vagy 12 embert bilincseltek meg, és tették be ebbe a két autóba, és elszállították őket, hogy pontosan hova, azt nem tudom, de őrizetbe vették őket. András, arra kérlek, hogy egyrészt most, tehát miután elég régóta vagyunk vonalban, és lehet, hogy vannak nézők, akik csak most kapcsoltak be, mondd meg, hogy te hol állsz, és tehát mit tudom én, a Rákóczi úton forogva, mit látsz éppen, jó? Tehát tájoljuk be téged, és hol mennyi ember van? Igen, az Asztóriától indultam el, most éppen a Kossuth Lajos utcában az Erzsébet híd irányába. Tehát magyarul Déványász Gergő kollégám felé mentek a tömeggel. Igen, kettőnk között van a rendőr kordon, 200, talán 300 rendőr plusz két vízágyus autó, illetve egy olyan autó, amire úgynevezett könnygáz gránát lövő szerkezet van felszerelve, ezzel percenként 50-60 darab könnygáz tudnak kilőni. Egyébként ezzel szokták a sorozatot lőni, ezzel lőttek az előbb is, ha jól tudom, hallottátok, és hallották a nézők is. Tehát én pontosan a Gergőtől egy olyan 100 méterre vagyok a rendőrök túloldalán, és azt látom, hogy arra készülnek, hogy nem sokára megint előrébb mennek egy 10-15 vagy esetleg 30 méterrel. Mellékutcák vannak-e ott, vagy látsz-e mellékutcákat? Ezek üresek, vagy ott is rendőrök vannak, vagy esetleg bányászkodók?
Igen, a mellékutcák le vannak zárva, tehát a mellékutcákban ugyanúgy rendőr sorfal van, de abban az irányban nem oszlat a rendőrség, hiszen alig egy-két, inkább csak nézelődő, vagy azok vannak a mellékutcákban, akik haza szeretnének menni, hiszen itt laknak a Kossuth Lajos után, nem tudnak hazamenni, mert lezárták, és most arra várnak, hogy kiürüljön az utca, de hát ez a következő egy-két órában nem hiszem, hogy sikerül. Nem emlékszem, hogy te mondtad-e, vagy Déványász Gergő, hogy komoly károk vannak az utcán. Ez mit jelent? Kirakatok vannak betörve? Hát látunk kirakatokat, ugye ezeket a mobil vécéket felborogatták, egyet-kettőt bedobáltak az útszélére, a kordonokat összedöntötték, az útszéli úgynevezett ezeket a az alumínium, illetve fémoszlopokat kitörték, ezeket dobálták szét. Hát igencsak viharvert képet mutat jelenleg a Kossuth Lajos utca, de mondom, körülbelül 100 métert lehet belőle látni, a többi részén már a rendőrök állnak, illetve a túloldalán az Erzsébet hídig áll, ha jól látom a tömeg, ők a tüntetők, de nem úgy néz ki, mintha szeretnének elmenni, tehát folyamatosan zászlókat lengetnek, és hát azt lehet mondani, hogy irritálják a rendőröket. Csatlakozott még néhány tucat, akiknek érkezését kitörő tapssal és ujjongással fogadta az itt lévő több ezres tömeg. Látva azt, hogy a motorosok idejönnek és erősítik őket, újra elővették a ma délután folyamán oly sokszor skandált rigmusokat, mely szerint Gyurcsány Ferencnek távoznia kell a politikai közéletből. Ezen felbuzdulva hangosan elkezdtek kiabálni, amelyre a rendőröknek újra könnygáz volt a válasz. Válasz újra több könnygázgránátot lőttek a tömegbe. Továbbra is ég az a barikád, amit a tömeg, a demonstrálók emeltek itt a Blahalujza tér és az Astoria között. Ez vaskordonokból és alumínium kukákból áll, amit a demonstrálók meggyújtottak, felgyújtottak, ezzel állva útját a feléjük közeledő ellenük fellépő rendőrökkel szemben. Természetesen a későbbiekben is folyamatosan értesítjük és tájékoztatjuk majd a Hír TV nézőit, hogy mi is történik itt a fővárosban a Blahalujza téren. Addig azonban a szó most ismét a stúdiójé. Ákos, köszönjük szépen a tudósítást, és már is kapcsoljuk az Astoriát, ahol Losonczy Kata tartózkodik. Most mi történik? Szervusz, ismét itt vagyunk, miután nem beszéltünk, annyi történt, hogy még több könnygázgránátot lőttek ki a rendőrök, a tömegen mindezek ellenére nem ott is, tovább itt a Ria-Ria Hungária, a kormány jelszavakat skandálja. A rendőrök egy olyan nem indultak el, nem tudom, hogy mit tudunk most mutatni, a tömeget, igen, a tömeget látjuk most, tehát ők kitartanak, hogy nem mennek innen sehová. Az előbb már a kordonokat is próbálták elbontani. Aztán a rendőröket meg tudjuk még mutatni. Most egyelőre ennyit tudunk jönni az Astoriától, később újra jelentkezünk a stúdiója. Kata, köszönjük szépen az információkat, eddig tartott híradónk. Ha bármi említése méltó történik, azonnal kapcsoljuk a Blahalujza tér környékét. Köszönjük szépen, viszontlátásra. ...áll a Blahalujza téren. A tüntetők fölhúztak, feltettek néhány barikád korlátot, és a rendőrök pedig sorfalban állnak, mögöttük vannak a lovas rendőrök. Könnygázzal lődik egyébként a demonstrálókat, és az volt a szóval megdöbbentő látni, két tüntető egy transzparenssel kitértelt az út közepére, és nagyjából térdmagasságban lőtték el a könnygázgránátokat. Gumilövedékeket alkalmaznak-e a rendőrök most? Még egyszer nálad. Gumilövedékeket alkalmaznak-e a rendőrök most? Nem tudom, hogy gumilövedékekkel lőnek-e egyetre. Ezzel nem találkoztam, viszont nagyon elfogyott a türelmük, tehát operatőr kollégámmal is összetűztek. Milyen a hangulat, mennyire uralkodik káosz ott, vagy mennyire egységesek a tüntetők, és mennyire tartanak ki? Most könnygázt lőnek. A tüntetők azok, én azt mondom, hogy nagyjából egy folyamatosan vonulnak előre a kordonyukkal, és azt kiabálják, hogy ti is jöttök, mi is megyünk, tehát közelít egymás felé a két tábor. Az imént egyébként motorosok egy csoportja hajtott keresztül a tömegen, őket beengedték, és itt egy ilyen kis bemutatót tartottak a rendőrök meg a tüntetők között. Úgyhogy egyrészt van egy elfolyuló demonstráció, másrészt pedig egy ilyen, nem is tudom, egy fiesztának, ha ezt nevezhetem, amikor a motorosok itt össze-vissza köröztek, de őket tapsolták, egy ilyen kis bemutatót tartottak gyakorlatilag. Balázs, tudom, hogy ez mindig nehéz. Meg tudod-e satszolni, hogy mennyien lehetnek a tüntetők?
Több ezren. Tehát anélkül, hogy pontos számot mondanék, azt mondom, hogy több ezren vannak. Sokan vannak. Mit tudsz arról, hogy ugye akik a Fidesz ünnepségén vettek részt, aztán arrafelé tolták a tüntetőket ugye a rendőrök, összekeveredtek, végképp káosz lett az Astoria környékén és a kis utcákban. Sikerült-e azóta az ünneplőknek hazamenniük? Mert nyilván, ugye sokáig a rendőrök úgy zárták le a területet, hogy igazából nem tudott senki sem erre menni. Nyilván, hogyha a kérdésed arra vonatkozik, hogy a tüntetők, a Fideszen részvevők között vannak-e most itt emberek, akkor azt tudom mondani, hogy nem tudom a választ. Ami biztos, hogy a Fidesz rendezvényről, ami egyébként már jó ideje véget ért, az ember javarésze hazament. Most is a könnygázgránátokat halljuk a háttérben? Igen, ezek a könnygázgránátok állapüst egyébként a Rákóczi út közepén. Ilyet már láthatunk néhány héttel ezelőtt. A kérdés egyébként arra is vonatkozott, hogy akik haza szerettek volna menni, haza tudtak-e már menni? Igen, hazamentek. Hazamentek, aki haza akart, az haza tudott menni. Somorjai Balázs, köszönjük szépen, természetesen, ha bármi van, kérjük, hogy jelezd felénk, és azonnal megszakítjuk adásunkat, és jelentkezünk. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök összehívta a Nemzetbiztonsági Kabinet ülését. A kormány szóvivő szerint az ülés ezekben a percekben kezdődött el. A testület most hallgatja meg az országos rendőrfőkapitány jelentését a fővárosban kialakult helyzetről. Könnygázgránátokkal, gumilövedékekkel és vízágyúval oszlatta a rendőrség a Deák Ferenc térnél összegyűlt több ezres tömeget. Több tüntetőt a karján, a fején és a testén találtak el. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője szerint eddig több mint 40-en sebesültek meg, egy rendőrt pedig megszúrtak. A demonstrálók a Deák téren egy harci szállítójárművet fordítottak keresztbe az úton, majd sikerült beindítaniuk egy tankot, amivel a rendőrök felé vették az irányt. Az egyenruhások azonban könnygázgránátokkal visszaverték a támadást és elfoglalták a harckocsit. A mentők tájékoztatása szerint, ahogy az előbb is jeleztem, eddig 40 sérültje van az utcai összecsapásoknak a fővárosban. Információink szerint senki sincs életveszélyben. Az országos mentőszolgálat megerősített ügyeletet tart, közölte szóvivőjük. A BRFK szóvivője arról számolt be, hogy több rendőr is megsérült az eddigi összecsapásokban. Azt nem tudta megmondani, hogy hány embert tartóztattak le. Megsérült a Fidesz egyik országgyűlési képviselője is, Révész Máriuszt kórházban ápolják, most látják el a sérülését. A politikus emellett annyit közölt, hogy emlékezet kiesése van, és így nem tudja megmondani pontosan, hol és mi történt vele. Gyurcsány Ferenc szüntesse be a példátlan brutalitást, erre szólította fel a miniszterelnököt a Fidesz. A párt rendkívüli sajtótájékoztatóján Deutschfürth Tamás kijelentette: vádolom Gyurcsány Ferencet, hogy az általa irányított rendőrség brutális és megmagyarázhatatlan erőszakot követett el békés emberek ellen, pusztán azért, hogy megvédje saját hatalmát. A politikus úgy vélte, a rendőrség tudatosan provokálta a békésen ünneplőket, valamint hogy gyáván és felkészületlenül alkalmazott szélsőséges eszközöket. A kormányfőtől követelik, hogy hozza nyilvánosságra a döntéshozók nevét, akik a felelősök azért, hogy a rendőrök a tömegbe lőttek, mondta a frakció vezető helyettes, és ennek érdekében minden parlamenti eszközt bevetnek. A hírekkel ellentétben Gyurcsány Ferenc mégis megjelent a felvonulási téren az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc központi emlékművének avatásán. A Városliget határán álló monumentum alapzata egy a korabeli utcákat idéző macskakövekkel kirakott tér. Ebből emelkednek ki egyesével azok az embermagasságú rozsdás vasoszlopok, amelyek egy 8 méter magas polírozott, teljesen tömör rozsdamentes nemes acél tömbé egyesülnek. Ez az ég töri meg a felvonulási tér burkolatát, maga előtt felgyűrve azt, és ezzel jelezve a forradalmi tömeg erejét. Reform népszavazást hirdetett Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az Astoriánál megtartott nagygyűlésén. Az ellenzéki pártvezető szerint a tanügy, az egészségügy, a tandíj és a demokratikus alapjogok védelme érdekében a népnek kell döntenie. Mint mondta, 1956 szelleme kötelez, ez pedig a demokrácia szelleme. Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc több mint egy hónapja napvilágra került beszédére célozva hangsúlyozta, nem jobb vagy baloldal áll szemben a hatalommal, hanem egy megcsalt, ingerült ország egy illegitim kormány. A Fidesz elnöke kitért arra is, hogy a tavaszi választásokon a kormányzat félrevezette az embereket, elvették a szabad választás jogát az állampolgároktól. Akkor folyamatosan mutatja a TV2.
lenne itt egy kábelem, akkor a videómban a kimenetét ritmen videóba visszakötünk. Thank you.
Ha ezt nem csináltuk volna meg lentről, nem tudom, hogy nem csináltuk. Növelnek ezek a fegyverek. Valószínűleg tartom, hogy itt néhány percben elkezdődik valami. Úgyhogy egyelőre még maradunk képben. Látod, egyre többen vannak, vagy egyre kevesebben arra felé a tüntetők? Igazából nem változott a létszám. Néhányan elindultak a híd felé, de most, hogy látták a rendőröket, hogy fölvettek egyfajta alakzatot, most már újra egyre többen előre jöttek a kordonhoz. Köszönjük szépen, Kata. Most pedig Rákóczi Pétert kapcsoljuk. Péter, te hol vagy pontosan? Szervusztok, jó estét kívánok! Én is itt vagyok a Kossuth Lajos utcában, tehát körülbelül ugyanazt láthatom, amit a Kata. Itt vagyok a tüntetők között, akik egyre közelebb merészkednek a rendőrökhöz, és most elindult a roham, úgy tűnik, legalábbis a tömeg megindult az Erzsébet híd irányába, de most kivételesen könnygázgránátot nem lőttek ki. Én is próbálom figyelni, hogy mi történik. Ugye én is azt tapasztaltam, hogy történt egy alakzatcsere itt a rendőrön. Igen, most megindították a könyvgázránátokat, amelyek próbálnak menekülni a különböző kapuajakba. Megkapjuk közvetlenül ezeket a könyvgázránátokat. Tehát próbálják oszlatni a tömeget itt most életben. Ezt lehet át. Fél magasztan, egészen mélyen. Úgyhogy nagyon nehéz most már itt levegőt kapni. Itt benne vagyunk, mi is a sűrűjében. Már pincsá vagy már megint, örültem, hogy ezt. Egyelőre együtt a szó a stúdió. Péter, köszönjük szépen. A Blahalúzda téren továbbra is ott van Krakó Ákos, most őt kapcsoljuk. Ákos, ott mi a helyzet? Továbbra is több ezren vannak a Blahalúzda téren is, és az összecsapások arcvonalában is, ahol is a rendőrökkel jelenleg is farkasszemet néznek a demonstrálók a tömegben. Néhány perccel ezelőtt sűrű fekete füst csapott fel a tömeg elől, feltehetőleg egy újabb kukát gyújtottak ki. Az, hogy méterről méterre is, ha csak méterről méterre is, de egyre közelebb vannak a rendőrök, mi sem bizonyítja jobban, hogy néha elviselhetetlen könyvfakasztó és orrcsavaró könyvgáz szagot lehet itt érezni. Ettől függetlenül most jelenleg nyugodt és békés a helyzet, azonban a rendőrök bármikor megindulhatnak és folytathatják a demonstrálók kiszorítását a Blahalúzda tér irányába.
Ákos, köszönjük szépen az információkat. Az országos mentőszolgálat szerint már 40 sérültje van a tüntetők és a rendőrök összecsapásának Budapesten. Többségüket gumilövedék találta el, voltak köztük járókelők is. A sebesültek között van Révész Máriusz, a Fidesz országgyűlési képviselője, őt a fején találta el az egyik gumilövedék. Egyik tudósítónk egy olyan férfival beszélt, akit akkor találtak el, amikor kilépett kora este a Deák téri metróállomásról. Úgy tudjuk, több sérült tüntető azért nem mert mentőt hívni, mert attól félt, hogy a kórházi ellátás után előállítják őket a rendőrök. A gumilövedéken kívül a rendőrök könnygázzal is lőtték a tüntetőket. Az egyik ilyen gránát a Dohány utcai zsinagógánál egy mentőautó mellett csapódott be, amelynek személyzete épp egy eszméletlen sérültet hozott ki a tömegből. Könnyű sérülések. Most pedig az Asztóriát kapcsoljuk. Várom tudósítónk jelentkezését. Élő képeket láthatnak az Asztóriáról. Kata, te vagy a vonal túlsó végén, ugye? Szervuszom, igen, most már hallak téged. Igen, elindultak a rendőrök a tömeg felé. Hihetetlen sok könnygáz gránát. Egy lövedék bárhol, azt nem tudjuk még egyelőre, ugye? Gondolom látják a rendőröket már, ahogy elindultak, és egyelőre nem lehet tudni, a tömeg ilyet a híd irányába szorítják ki. Nem látunk túl jól, az a helyzet, igen. A tüntetőkről nem sok képet látunk. Vannak még ott szerintem a másik oldalon? A könyvgázfelhőtől nem látják, hogy igazából a tüntetőket nagyon sokan vannak a másik oldalon. Pánik hangulat van? Nincs pánik hangulat. Nem volt pánik hangulat. Körülbelül mennyien vannak a tüntetők még? Talán 2-300 ember lehet, ha jól sajtolom. Kata, köszönjük szépen, és természetesen visszakapcsolunk majd hozzád, illetve folyamatosan mutatjuk önöket az élőképeket az Asztóriáról. A vonalban van Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő. Jó estét kívánok! Mi a véleménye arról, ahogy a rendőrség fellépett ma este itt hazánkban? Jó estét kívánok a nézők! Ez engem, mint gyakorlott rendőrtisztet nagyon meglepett, mert nálunk Németországban, azaz Berlinben számos ennél sokkal komolyabb demonstráció volt, például május 1-én, vagy mondjuk egy amerikai elnöki látogatás alatt, de ez, hogy gumilövedéket vetettek be a rendőrök, és ráadásul, ami szigorúan tilos, hogy nem testre, hanem fejre céloztak, valamint a könyvgázgránátokat is fejmagasságba, illetve nagy ívbe lőtték a tüntetők közé, ez engem megdöbbentett, mert kifejezetten ezeket a lövedéket így a beton, illetve a járda magasságába szabad csak kilőni, hogy a tüntetők lába között csúszson be a tömegbe, és ott lépjen lényegében érvénybe az, hogy a gáz az felfele halad, a könyvgáz, és nem az pedig, hogy esetleg ez a becsapódó közel, hát olyan 4 kiló és 30 deka között van a gránát, ha ez nagy ívbe valakit fejen talál, az nagyon súlyos, adott esetben esetleg egy gyermeknél halálos sérülést is okozhat. Meg nagyon megdöbbentett, hogy láttam, amint rendőrök már a földön fekvő megbilincselt szemébe többször nagyon brutálisan belerúgtak. Tehát ez szerintem egy demokratikus ország, demokratikus rendőrségére megengedhetetlen. Ön szerint milyen rendőrségi szándék áll mögött? Nem tudom, szerintem mindenképpen olyan parancsot kaphatok a rendőrkollégák, hogy minden eszközbe vetve fékezzék meg a tüntetőket, fékezzék meg az erőszakot, de az, hogy ők is ilyen erőszakot alkalmaznak, tehát ez csak ahhoz vezet, hogy utána a akció-reakció, ugye, hogy eszkalálódhat még jobban a tüntetés, és nagyon súlyos sérüléseket, tehát hogy hallottam, hogy több rohanmentő vitel embereket, hogy volt, akinek a két szeme közé csapódott be gumilövedék, tehát ez engem megdöbbentett, eleve minek gumilövedéket alkalmazni, ottól egy pár száz tüntető van lényegében, nagy részük békés, mint láttam, és hogy miért nem alkalmazták a kiemelés technikáját, hogy a tüntetés elején rögtön külön rendőri tímek igyekeznek a sorfal mögül, tehát ki kell szaladniuk, elkapni a hangadókat, a főrendbontókat, és ezáltal a tüntetés már veszít az éléből, tehát ezt a saját több évtizedes rendőri tapasztalatomból mondhatom. De nem az, hogy ilyen nagy mennyiségű könyvgáz bevezetni, ami súlyos egészségügyi károsodást is okozhat, például aszmásoknál, gyermekeknél, idős embereknél, tehát nem csodálom, hogy sokan rosszul lettek. Tehát ez, hogy ilyen intenzitással mennek egy ilyen tüntetés ellen, tehát ez engem valahogy megdöbbent. Ön szerint hogyan kellett volna szabályosan fellépniük a rendőröknek?
Lényegében a kiszorítás technikát lehet alkalmazni tüntetőknél, amennyiben valóban egy komolyabb zavargásról van szó. Tehát először is felszólítani őket, és hogyha a tömeg nem követi a rendőri utasítást, akkor eleve az, hogy előre menni és a pajzsal megpróbálni kiszorítani őket, de nem az, hogy rögtön gumilövedéket és könygázt levetni. Vagy például lovas vagy kutyás egységek is nagyon jók egy most idézőjelbe téve békés kiszorításra. Tehát van nálunk egy ilyen közmondás, hogy egy kutyás rendőr többet ér, mint egy egész szakasz rohamrendőr, és ez valóban így van. Tehát kutyákkal is vissza lehet egy tömeget szorítani, ahonnan lehet számítani arra, hogy a rendőröket támadás éli. Legyen az molotov koktélokkal, legyen az kövekkel, ami például Berlinbe elégbe vesz szokás mondjuk május 1-i tüntetéseken. Georg Spötle, köszönjük szépen az információkat. Néhány perccel 9 óra előtt ültözte a Nemzetbiztonsági Kabinet, amelyet Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hívott össze a reggel óta tartó utcai tüntetések miatt. A testület meghallgatja az országos rendőrfőkapitányt. A rendőrség hivatalosan még nem reagált az órák óta tartó összecsapásokra. A köztársasági elnök egyelőre figyelemmel kíséri az eseményeket, hivatalos álláspontját még nem alakította ki, közölte az elnök sajtófőnöke a Hír Televízió kérdésére. Sólyom László biztonsági okokból lemondta részvételét a hivatalos állami megemlékezések záró ünnepségén, az 1956-os központi emlékmű avatásán. Rogán Antal, a belváros fideszes polgármestere összehívta a Kerületi Védelmi Bizottságának ülését. A politikus az Index internetes újságnak azt mondta, azután döntött így, hogy nem kapott megnyugtató és részletes tájékoztatást az illetékes hatóságoktól az ünnep előtt. Rogán Antal szerint Budapest békéje a Kossuth tér kiürítésével bomlott meg, ezért ő is azt kérte a rendőrségtől, hogy fejezzék be az erőszakot. Demszki Gábor viszont egyelőre nem tervezi a Fővárosi Védelmi Bizottság összehívását. A főpolgármester sajtófőnöke szerint erre azért nincs szükség, mert a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők összehangoltan végzik dolgukat. A Fidesz rendkívüli sajtótájékoztatón szólította fel Gyurcsány Ferencet, hogy azonnal állítassa le a rendőri erőszakot, jelentette be Deutsch Fürth Tamás. Orbán Viktor kabinetfőnöke azzal vádolja a miniszterelnököt, hogy az általa irányított rendőrség brutális és megmagyarázhatatlan erőszakot követett el békés emberek ellen. Az ellenzéki politikus azt mondta, a rendőrök tudatosan provokálták a békés emlékezőket. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nevében felszólítjuk Gyurcsány Ferencet, hogy a jó akaratú emberek békéje és nyugalma érdekében azonnal szüntesse be az indokolatlan rendőri erőszakot. Felszólítjuk Gyurcsány Ferencet, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra, kik adtak utasítást a példátlan rendőri erőszak alkalmazására, kik hozták meg azokat a döntéseket, amelyek miatt a mai napon Budapest utcáin könnygázt és gumilövedéket alkalmaztak kamaszkorú diákok, idős, az 1956-os forradalomra és szabadságharcra békésen emlékezni akaró nyugdíjasok, családapák és családanyák. Jól tudom, a kapcsolat nem valósult meg, úgyhogy halló. Halló. Jó estét kívánok, már a vonalban van. Igen, most kapcsoltam be, hogyha még egyszer neked vesz mondani kérdéset. Mi az önök következő lépése? A Fidesz elnöksége ülésezett a mai este folyamán, és arra a megállapodásra jutottunk, az ülésen részlet egyébként semmilyen Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is, hogy a holnapi napra a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezzük, és azt indítványozzuk, hogy holnapi napon a parlament tárgyalja meg a ma délután este, illetőleg az éjszaka folyamán történt eseményeket. Tárgyaljuk meg, hogy mi is történt valójában, mi az igazság, kinek a felelőssége az, ami a délután este, illetőleg az éjszaka folyamán történt, mert hogy ilyen eseményekre, mint amiket a mai napon láthattunk az elmúlt 16 esztendőben nem volt példa, hiszen megmagyarázhatatlan módon gyermekeket, fiatalokat, időseket, békésen demonstrálókat érte értelmetlennek tűnő rendőri erőszak. Ezt ki kell vizsgálni. Úgy tűnt a mai napon, hogy a hatalom mindenkit meg akar félemlíteni, aki a nyílt színen felmer lépni a hazugságok és a most folyó politika ellen.
Szijjártó Péter, köszönjük szépen az információkat. Most pedig Schiller Erzsébet, Schimmer Erzsébetet kapcsoljuk, a BKV ZRT sajtóiroda vezetőjét. Mit lehet tudni, merre lehet jelenleg közlekedni a városban? Jó estét kívánok! Az éppen aktuális helyszíni állapotokhoz képest tudunk mi is közlekedni. Egy biztos, hogy a Rákóczi úton nem közlekednek jelenleg a buszok, azok vagy a budai oldalon, vagy pedig a Baross tértől az újpalotai részig közlekednek. Úgy szintén két szakaszban jár a nagykörúti villamos is, hiszen az oktogonig járnak a Moszkva tértől, valamint a Blaha Lujza tértől a dél-budai végállomásig. A kiskörúti villamosok csak Budán tudnak közlekedni, nem tudnak átjönni Pestre. És hát a metró úgymond zavartalan, annyiban nehezebb a metró forgalmat fönntartani, hogy néhány állomás ideiglenesen lezárásra került, így az Astoria állomás, a Deák tér és a Kossuth-Lajos téri állomás. Schiller Erzsébet, köszönjük szépen az információkat! Kedves nézőink, most ennyiről tudtunk beszámolni, rendkívüli hírekkel hamarosan újra jelentkezünk, viszontlátásra! Thank you.